Szombaton lett egyéves az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. A párt szerint ez idő alatt országos ismertségre tettek szert, a legfőbb céljuk pedig továbbra is a szociális válság felszámolása, amelynek egyik fő eleme a minimálbér nettó 250 ezer forintosra emelése. Szanyi Tiborral beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát először is gratulálok az egyéves születésnaphoz, meg nagyon a csodálatos adatokhoz. Valamit tisztázom, mert én amikor először olvastam, én, bocsánat a kifejezés, én nagyon röhögtem, de aztán elkezdett komolyjá válni a dolog. Delfoy Vote Research. Uh-huh. Delfoy az a jósdák helye, amit ott számolnak, hát az annyit is ér. Na, valamikor benne. Ugye erre a nem létező vagy létező felméréseket készítő vagy nem készítő szervezetre hivatkozik, amikor azt mondja, hogy milyen fantasztikus a támogatottság az ISZOM-nak. Ez egy blöff? Ez egy virtuális kutatóintézet. Egyébként annyiban létezik, hogy van mögöttünk egy kisebb közösség, ilyen elemzőkből álló valaki, akik úgy nézegetik az összes közvélemény kutatást, és hát próbálják egy ilyen közös mederbe húzni a dolgokat, a főbb számokat illetően. Van egy kivétel, ez pedig a mi pártunkra vonatkozó dolog. Mi azt kértük az elemzőktől, hogy arra nagyon figyeljenek, hogy a mi pártunkat emeljék meg, az összes többit meg nyomják le. Jó, ilyen megrendelés biztos érkezett már valódi szervezetekhez is, de akkor most én jól értem, a Delfoy Vote Research az nem létezik? Mondom, virtuális. Így. Próbálom lefordítani a kedves nézőknek, tehát nincs, de mégis van. Majdnem, ez azt jelenti, hogy van, ami azt jelenti, hogy van mögötte szakmai tudás, és az összes többi intézetnek az adataira támaszkodik. Ez egy nagyon fontos mozzanat, ugyanis az összes többi intézet... Kivéve az ISZOM adatai. Az összes többi intézet 5-10%-kal eltérő eredményeket tud hozni ugyanarra a kérdésre. Most ekkora pontossága mi is meg tudjuk mondani, ez az egyik. A másik pedig értem. Az, hogy nem azért. Van ennek egy komoly tartalma, nevezetesen az, hogy azok az intézetek, amelyek mondjuk nem a kormányhoz húznak, azok marhára megemelik az ellenzéki számokat. Amelyik a kormányhoz húz, azok az intézetek meg nagyon megemelik. Amelyik az ISZOM-hoz húz, az meg megemeli az ISZOM-ot. Ez a lényeg a történetnek. Már értem. Most, hogyha ez elfogadható, hogy gyökeresen ellentétest mondjan, oldalfüggően különböző intézetek, akkor mi arra gondolunk, hogy itt valamiféle olyan politikai manipuláció áll a közvéleménykutatások mögött, aminek egyébként mi érezzük időnként a szelét. Na de akkor komolytalanná teszik a saját adataikat is, magukat. Meg az összes többit is. Hát ők magukat teszik komolytalanná, de még azonos oldalhoz tartozók is tudnak 5-10%-os különbséget. De nem lehet, hogy ez a szakmából fakad? A felmérések mikéntjéből? Mi semmi más nem csinálunk. Csak az ő adataikat összesítjük, illetve az összes többiet összesítjük, mondom, és ez kifejezetten fontos, hogy a kisebb pártok vagy a kis pártok vonatkozásában, mint például az ISZOM, nekünk nagyon nagy erőfeszítésünkbe került az, hogy föltornázzuk magunkat oda, ahol jelen pillanatban politikaiak vagyunk, és ugyanakkor érezzük azt, hogy általában egy ellenszél is van e tekintetben, hogy még a... véletlenül se kérdeznek rá a mi támogatottságunkra a kérdező biztosok, hanem csak a hagyományos pártokéra. Na de látja, most ez nem igaz. Mert eljutottak oda, hogy most már van valódi kutatás is, amit nem a Delfoy Jósda követett el, és ott már önök a kis pártokkal, a többi parlamenten belüli kis párttal egy szinten vannak. Így van, mi ennek nagyon örülünk, bár egy kicsit úgy érzem, hogy ez nem nagy képviség. Egy valós megmérettetésünk volt, ez Borsod, 2,23%-ot értünk el. Jó, de az a jelöltön is múlt. Nem csak egy párt támogatottsága, jó, de ez ott egy adott jelölté is. Azt okay. A pártra kivetíteni talán túlzás. Jó, ezt akkor majd magyarázzal az összes létező pártnak, hogy semmit nem érnek, mert csak a jelöltjeik számítanak. Nem. Párt és jelölt az egy és ugyanaz. Tehát, akkor a Párbeszéd mondhatna azt, mert Karácsony Gergely a párt társelnöke, hogy az ő támogatottságuk 40%? Nem, ezt messzemről nem tudják mondani, tekintetben. Dehogy nem. Hol érte Karácsony 40%-ot? Hát a budapesti választás. Igen, de nem Párbeszéd jelöltként. Kétségtelenül. Na, hát akkor erről beszél. Párbeszéd jelöltként semmit nem ért el soha, mert soha meg nem érette magát. Soha semmilyen választáson nem indult a Párbeszéd. Hát maradjunk ennyibe.
és mégis mutatnak neki valamilyen... Hát akkor nézzük csak az előválasztást, azért ott is volt támogatottság, és jó, én azért azt mondom, hogy például ott van, mondjuk most a hétvégén megneveztünk néhány jelöltünket, ott van a mi országgyűlési képviselőnk, Székely Sándor, ő egészen konkrétan Pest Erzsébeten a 20. kerületből fog indulni, ez egy nagyon fontos csatatér, egyébként Hiller István körzete, meg fogjuk látni, hogy mire mennek majd a választások. Szembe mennek Hiller Istvánnal, ő megnyeri az előválasztást? Nem Hiller Istvánnal megyünk szembe, mi a választók szavazataiért megyünk. Tehát senkivel nem megyünk szembe. Mi a szavazatokért. És ha megkapják a szavazatot önökre, hogy gondoljanak az ön szavazói, vagy az önök szavazói? Ellenzéki, vagy... Adott esetben kérdés, hát nem. Kérdés, mert hogyha nem az ellenzékbe tagozódnak hát, mivel nem vagyunk kormányon, akkor... ezért óhatatlan ellenzékiek vagyunk. Tehát ez csak úgy logikai. És ez így lesz a következő időszakban is, hogyha mondjuk az ellenzék győz? Attól függ, ki lesz kormány. Én nem tudom, hogy, aki megnyeri a következő választásokat, az mit csinál, mert egyelőre nem tudjuk, hogy akár a Fidesz, hát a Fidesz tudjuk, hogy mit csinált, ez elég drámai. De az, hogy mit akar ez a bizonyos hatos fogat, ezt azért nagyjából nem tudjuk. Csak úgy példának mondom, hogy a naphíre számomra az volt, hogy Makón 2000 embernek a munkája maradt meg a saját sztrájkuk miatt, és egyáltalán szerény eredmény, de hogy a lét minimum fölé tudták küzdeni magukat saját erőből, erről nem beszél senki, mindenki más mindenről beszél. A szocialisták beszélnek, amiért Imre nagyon sokszor beszél erről. Oké, de ugye a mai napot, hogy megnézem a sajtót, hogy mi volt a hír, meg mi nem hír, ez minden alatt maradt, miközben számunkra. Ez a legfontosabb, hogy van-e az embereknek pénze, vagy nincs. Mi 250 ezer forintos nettó minimál jövedelem, vagy minimálbér mellett kardoskodunk. Nem azt várjuk, hogy majd valaki ezt bevezesse helyettünk, hanem ha mi kormányra kerülnénk, megcsinálnánk. Ezekkel a problémákkal foglalkozunk, és mi azokat az embereket képviseljük, akik egyébként körülbelül 4,5 millióan vannak, és messze-messze a lehetőségeik alatt keresnek, pedig dolgozó emberek. Ön hol indul miniszterelnök jelöltként a ez így még nincsen döntés, jelen pillanatban körülbelül 50 körzetben látjuk azt, hogy ki lesz a jelöltünk, ez még nem merült föl. Nem lennék meglepve azon, hogyha esetleg én is indulnék valamelyik körzetben, de azon sem, hogyha nem, mert egy miniszterelnök jelöltnek valószínűleg lehet, hogy egy kampányban az elfogadtsága az olyan, hogy nem tudja tisztességesen végigvinni az egyéni kampányát. Általában nem is szoktak a főjelöltek egyéni körzetben indulni. Nem azért, mert a kockázatot nem vállalják? A kockázatot vigye más? Nem, hát mondjuk én nekem azért kézenfekvő lenne, hogy a 13. kerületben elinduljak. Én voltam ott már 4-szer megválasztott képviselő, tehát azért mondjuk ez lehet egy opció, de mondom, erről még nem volt szó, tehát ez most csak itt kettőnk között, vagy hát akkor a nézők. Jó, mi ketten ezt így jól megbeszéljük most. Igen. Azt mondja, hogy szocializmust akar az ön pártja, ezt rendszeresen félreértik, én úgy látom a Facebook kommentekből, előkerül ez a téma, ott rögtön le is kommunistázzák. Az, hogy a szocializmusban élők a kommunizmust építik, ezt azoknak a fejébe beleverték, akik az előző rendszerben már érettebb fejjel gondolkoztak. Mi a különbség? Hogy látja ezt a különbséget? Hogy tudná leírni a különbséget a két dolog között, a régi szocializmus és az önök által vágyott között? Pont az egyéves évfordulónkon Huszti Andrának volt egy nagyon érdekes beszéde a pártelnökünknek, aki arra utalt, hogy tulajdonképpen, hogyha nagyon belegondolunk, eddig minden létező rendszer megbukott. Főleg a kapitalizmus, hiszen az tönkre vágta az egész földet, gyakorlatilag a világ végét kísértjük. Nem fogom ezt a drámai helyzetet most körülülni, mindannyian jól tudjuk, hogy végórákat éljük, hogyha nem fordulunk vissza erről az útról. Tehát ilyen, hogy most melyik rendszer megbukott, nem bukott, és a többi. Mi a szocializmust azt eredeti tiszta tartalmában értelmezik, ami azt jelenti, és megint Huszti Andrea fogalmazta meg ezt nagyon jó, hogy ez egyéni érdek, vagy a társadalmi érdek. Aki egyéni érdeket mond, az kapitalizmusról beszél. Aki társadalmi érdekről, mint elsőbségi érdeket, az meg szocializmusról. Ezt meg kell álmodni újra, ki kell dolgozni újra, az alapelveket már Jézus Krisztus lefektette. Tehát meg kell beszélni, hogy ma, a mai korban mi az a szocializmus. De akkor most mondok egy konkrét példát, hogy miről beszélek. Itt van ez az egész egészségügy. Itt a kormány egyszerűen megvette az orvosokat. Megvette az orvosokat. Hát az orvosok nagy része ezt nem így éli most. Valahogy írták a szerződéseket. Jó, akkor csak mondom, hogy a vezérorvosokat különösen. Mert ön tudja, hogy egy megyei kórházigazgató mennyit keres? Hát gondolom 3-4 millió forint körül 4 millió forintot, és aki fölötte van, az meg még többet. Na most, ilyen körülmények között, amikor busás pénzzel illetik, és megvesznek társadalmi csoportokat,
Na ez nekünk nem szocializmus, mert ebből semmiféle szolidaritás nincsen. Például Kanadában az orvosok addig nem vették fel a megemelt pénzüket, amíg az ápolókét is meg nem emelték. Magyarországon nincs az a szolidaritás, és azért hoztam ezt a makói példát is egyébként, mert mégiscsak van. Tehát ki tudják vívni maguknak a dolgozó emberek azokat a ügyeket, amiket eddig úgy ráhagytak különböző kormányokra. Tehát a szocializmus az alapvetően egy szolidaritás bázis, és az orvos ne vegye fel addig az emelt pénzét, amíg az ápoló föl nem veszi. Ezek azok az alapelvek, amiket mi szeretnénk megértetni a társadalomban, és tudja mi az érdekes? A legnagyobb visszahatás az gyakorlatilag a fiatal rétegekből van. Például a jelöltjeink 40 alattiak zömmel. 1%-on mérte önöket a Publikus, erre mondják azt, hogy a kis pártokkal vannak egy szinten, ami kétségtelen, őket is ott mérik. Hol a vége? Hol látja? Mi 2022-ben szeretnénk meghaladni az 5%-ot, tehát önálló frakcióra törekszünk a Magyarországi Ezt legalább vissza fogom tudni kérdezni majd a választás után. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.